Gyűjtögetem az állatokat gőzerővel, két dologra is figyelmes lettem. Az elején, amikor ilyen földtúró kis lényeket fogtam be, akkor utána ott maradtak ugye ilyen kis földkupacok. Én gondoltam már rá, hogy utána esetleg ezeket fel kellett volna használni, de nem történt meg. Viszont most, ahol ezeket a kis furujafejű lényeket fogom be, itt maradnak ilyen kis növénykupacok. És akkor rájöttem, hogy itt most már tényleg ki fogom ezt próbálni, hogy így bekonnektálom magam ebbe a kis cukkerbe, és akkor próbálok ezzel valamit kezdeni, és ilyen kis potionöket fejjel ki belőle, vagy dalol ki belőle. Tehát, hogy nagy eséllyel minden olyan... ezt tele van. Tehát nagy eséllyel minden olyan lénynél, ahol befogjuk őket, ott lesz valami környezeti tárgy, és hogyha azokat is, azokkal is interaktálunk, akkor kaphatunk érte valami bónuszt. Most ezeket alapból be tudom fogni? Be. Nem. Elszaladnak. Ne szaladjatok el. Jó van, szuper. És hol a robotka? Ez az egyik, igen, azt mondtam, hogy két dologra lettem figyelmes. A másik, hogy igazából, ami megy fölfelé, ez a csúszka, és ott volt az a furcsa jel, az valószínűleg nem arra vonatkozik, hogy azért én skillpontot kapok, hanem hogy milyen százalékban ismertem meg őket. Mert ebből már marhasokat feltöltöttem, de még jelenleg is 55%-on tart nekem a felfedezési progressz, és még mindig nem tudok róla mindent. És még ezt fedeztem fel a legjobban, az összes többiről még ennyit se tudok. Úgyhogy hát jó sok ilyet be kell fogni, jó sok ilyen állatot ahhoz, hogy tényleg minden információt begyűjtsünk róluk. Aztán nem tudom, mi lesz, ha minden információt begyűjtöttünk, de azon vagyok, hogy begyűjtsem. Most megkeresem a robotot, ami ott van, és aztán majd kiszabadítjuk abból a dzsuva lényt, abból a kis megszálló növényből. Ó, jó anyádat! Akkor addig nem tehetem be őket, amíg ez itt nincs megtisztítva. Aha, csak most elmenekült. Jó, akkor ti itt vagytok, ez annak minősül, hogy... Nem, ez megint megtámad, tehát rohadjál már meg. Ja, ez ide bejött, ez a... Jó, most már elment. Oké. Most megint egy nagy adagot feltöltöttünk. És feltételezem, amikor az úgy végigmegy, akkor sikerül egy százaléknyit, vagy egy egységnyit haladni a felfedezésben. Ó, és itt valamit megint felfedeztem. Annyi mindent felfedezek, hogy azt se tudom, mit fedezek fel. Na jó, fogjuk be még ezt a két őrült denevért. No, itt már ilyen szemétkedések is vannak. Próbálom befogni a kis állatkákat, és hát be is fogom. Viszont itt van bent a sziget közepén egy ilyen elzárt helyen szerintem a robot, mert ide mutatta, valószínűleg itt be van falazva, és akkor megpróbálok ide bejutni, bízom benne, hogy ez be tud juttatni. Aha, igen. Tök jó, akkor a papagáj is használható arra, hogy amire az a kis állatka, hogy így ledöntsünk ilyen akadályokat, és akkor onnan fogunk tudni bemenni arról a hídról, és akkor feltételezem, hogyha lelövöm azt a dzsuvarózsát, akkor nagy eséllyel itt fog megjelenni a robot, mert máshol nem találtam egy ilyen nőre. Bízzünk benne legalábbis, hogy itt lesz. Igen. Jó, hát akkor... És ezek nem jönnek át a hídon? Mert akkor baj van. Hát miért nem jöttek át? Ezt hogy tudom megoldani, hogy átjöjjenek? Bele kell mennem mindenkinek egyesével a lény személyiségébe, és bejönnöm vele? Nem, betöltötte, így is jól van. Hát nem volt mondjuk a zónán belül, de feltöltötte. És itt a jobb alsó sorok nekem elég jól áll, elvileg már csak ebből a mini kutyaraptorból kell egy. Aj, néni két, te hülye, miért támadsz meg? Na, elvileg feltöltöttem az összes állatot, ami ebben a régióban szükséges volt. Lehet, hogy vissza kell mennem beszélgetni a kolléganővel. Mert hogy... Ezek továbbra is itt maradnak, és továbbra is töltögethetem föl, de azt mondta, hogy az összes állat feltöltve, ami ebben a régióban szükséges. És egyébként még egy gyors utazáspontot kinyitottam. Kérdés, hogy... Azt akartam mondani, kérdés, hogy bárhonnan engede oda teleportálni, de igen. Viszont akkor nem kéne keresni ezt a Tabitát, vagy hogy hívták ezt. Mert lehet, hogy kéne vele beszélgetnem.
Hát nem. Egy nagy semmit kaptam jelen pillanatban, ezért, hogy elvileg az összes állatot feltöltöttem. Kicsit azért zavar engem, hogy olyan nagyon nem látom ezeket át, hogy de hát itt látszódik, hogy melyik van kész, meg melyik nincs kész, ez elvileg kész van, de az égvilágon nem kaptam érte semmi. Main story. Hát jó, akkor menjünk, azt csináljuk ezt. Hát azért örültem volna, ha mondjuk valamit kapok ezért, mondjuk upgrade-elhette volna ezt a lézer nyalábomat, mert igazából az a problémám, hogy nem tudom ezeket az aranygombócokat még szétzúzni. Na jó, mindegy, megcsinálom a questet. Az volt a következő küldetésem, hogy valami aranytemplomot találjak meg. És itt az a gond, hogy itt már ezek úgy látom, hogy ilyen arany ellenállásúak, tehát ezeket már nem tudom leszedni, mint ahogy ezeket a nagy gombócokat se. Úgyhogy nagyon remélem, hogy az lesz most már itt végre, hogy megkapom ezt az opciót, hogy ezeket kinyissam, mert itt elég sok ilyen van. Hát nem biztos. Aha. Az jó lesz, hogyha egy simával tudom kinyitni az arany lehetőséget. Létszi upgrade-elt. Na, szuper király. Jó, hát ezeket érdemes azért itt tényleg kifejezetten időben megoldani, mint amit soha nem szoktam megtenni. Mert nagyon szükséges, hogy ezt az aranygombócokat is ki tudjam nyitni. És most talán végre akkor betesszük és upgrade-eljük ezt a lézerkardot és a... aranygombócokat is szét tudom kapni. Tehát ehhez akkor nem kell semmi speckót, csak haladni a küldetésekkel előre. Ja, meggondolom, megint lesz egy puzzle, amit össze kell rakni. No, elvileg megvan ez is. És akkor remélem, most már aranygombócokat is tudunk zúzni. No, teszteljük le. Most kérdés az, hogy ez végleg vagy átmenetileg tudja csak lezúzni ezeket, mert azt mondta, hogy egy korlátozott időre, de lehet, hogy csak egy korlátozott időre nyitja ki azt a növényt, és aztán már végleg le tudja zúzni. Na jó, hát lényeg az, hogy elvileg meg van szerezve ez az arany gombóc killer. Le is szeretném tesztelni egyből itt mindenkin. Itt voltak ilyen lényecskék. Aha, meg ez is. Hát elvileg egy pillanatra megnyomom az E-t. Akkor az kinyitja ennek a szirmát, és akkor le tudjuk zúzni. No, szuper. Rejtett bejár. Wow, micsoda csomag. Ez olyan érdekes, hogy ezt elvileg ad nekem ilyen hátizsák szoketeket. Hát most úgy néz ki, hogy meg is kaptam, mert eddig nem tűnt fel, hogy ezeket megkaptam volna. De akkor szerencsére most igen. És itt voltak olyan állatok, amiket nem tudtam eddig lezúzni. Most akkor ezeknél is... Aha, ezeknél is kell nyomni egy rövidet. Aha, csak addig a többieknek is van abban némi beleszólása. A harmadikat is próbáljuk már meg bevonni a buliba. Aha, de ezek olyanok, amik már léteztek eddig is. Azt hittem, hogy ilyenek még nem voltak, de... sajnos nem új lény. És ez miért nem halad? Ja, hogy ez csak egy ideig... Aha, igen. Ez csak egy ideig élt ez a zóna. Nagyszerű. Hát akkor fogjunk be titeket is. Jöttök alapból? Jó, hát haladunk tovább. Na, rájöttem végre, és direkt fölcsavrom hangosra. Rájöttem végre, hogy honnan
ismerős a játékban hallható zene, és honnan érzem úgy, hogy kőkeményen lopásra került. Nyilván lesz, aki azt mondja, hogy nem, de szerintem abszolút a Lion Kingbe, a Rafikinak a dala, majd mindjárt elindul. Belinkelem majd egyébként a videó leírásába, mert biztos nem játszom be ide Hans Zimmer szerzeményét, mert besózza a YouTube-a csatornámat, felégeti és felzabáltatja a farkasokkal. Várok egy kicsit, hogy elinduljon a nóta. Aha. Na, ez az a nóta. Adok rá hangot. Na jó, nem egy az egyben, de szerintem abszolút Lion King. Ez a része már nem, csak az eleje. Belinkelem majd a Spotify linkjét. Aztán bele lehet hallgatni. Hát lehet, hogy a Palworld-ot a Nintendo, ezt a játékot meg a Disney fogja szétkapni.